Szevasztok, benzinkarna fejűek, mi újság van? Apátok hozott megint egy hatalmas járművet ide nektek. Meg tudjátok nézni? Oda nézzetek mekkora. És nem ez az, hanem ez, srácok. Hoztam egy ilyen most, ami igazából szerintem, meg nem szerintem, hanem így ez a legnagyobb jármű a SnowRunner-ben, ami így létezik, úgyhogy ezt ki fogjuk próbálni. Elvileg ez mindent is tud, gyerekek, ez olyan csodálatos dolgokat tud, hogy azt nem tudjátok elképzelni. De nyomjuk a testeszabásra, aztán nézzük meg már, hogy miről is van szó. Hát igen, egyébként nem is tudom, azt hiszem, hogy 20 darab kerekünk van, és összkerék meghajtást azt tudjuk így eszközölni rajt. Van még nagyobb motor, gyerekek. Hát az üzemanyag fogyasztás az már a békesegge alatt lesz ettől, de akkor is beleverjük a nagy motor, gyerekek, mert az mindenképpen kell nekünk. A váltóból egy speciális továbbfejlesztett az mindenképpen durranjon befele, és egy aktív futó műrendszer, megtanult a keeper, hogy aktívat kell berakni, mert azzal lehet egy kicsit manipulálni dolgokat. Gyerekek azok vannak bőven, gyerekek. Nem icceljé, vegyes terepre, oda nézzél, rendesen meg van izélve. Meg van öregedve rajta gumi, gyerekek. Wow! És van ilyen direkt sárkerék. És van láncolt, jó, nagyon csodálatosak ezek, gyerekek. Van ilyen nagyon-nagyon izé. Uton nagyon rossz, de a sárba meg nagyon jó. Ez nagyon jól néz ki, gyerekek. Egy ilyet beújítunk ide. És a csörlő. Fú. Hát ilyen névvel. Nem is tudom. Titánium a neve, gyerekek. Hát ezt merem felrakni egyáltalán, de van itt ilyen is. Mi ez? Ikermotoros nehéz tergépkocsi csörlő. Nem egy, hanem két különálló motorral rendelkezik, így képes az összes lehetséges csörlő felszereltség közül a legnagyobb húzóerő előállítására. Oh my god! És ez tovább fejlesztett két motoros nehéz csörlő. Ez a legdurvább, gyerekek. Egy ilyen két motoros rémálmot fölcsettintünk. Meg egy ilyen, nem tudom, egy ilyen légszűrőházat is, akkor már fullos legyen a Verda, ha már bálunk vele a diszkó elé, gyerekek, 2, 4, 5, konkrétan 10 darab kerekünk van, uramatyám, hát megőrülök. Itt aztán van minden, mint a bucsúba, úgy látom, végignézzük, hogy miket lehet itt fölrakni. Hát ugye van egy ilyen platform, egyébként képzeljétek el, erre még föl tudsz csapni, őneki van egy nyerges szerelvénye is, hogy konkrétan nem is tudom, azt hiszem, hogy 20 darab raklapot tud egyszerre szállítani, és ez nem túlzás, az a jármű, a ruszkik építették meg, ne vicceljél. Úgyhogy itt nincs semmi cicó. Van ilyen service kabin, gyerekek, 2000 javítás pont, lejavítod vele mindent is. Azt a betyár, gyerekek, ez meg, hallod, 2 médium fát tudsz vele vinni, nem kis pálya. Van egy platónk, van egy ilyen csodálatos, hát ez mindenvívő is, rá tudod rakni még a legnagyobb járműveket is, itt mindent is visz, gyerekek. Igen, van egy ilyen, van egy hosszú, meg egy rövid rönkös is. Ebből szerintem egy négyet így föl tud csettinteni, mert miért ne. Hoppá, van egy ilyen nagy krénünk, amivel lehet így emelgetni dolgokat. Nem tudom miért nem, oké. Okay. Jó, másfajta izék igényel, oda nézzél, fel kell rakni hozzá valamit, és akkor tudod ezt is cipőni. Van egy ilyen kicsi daru, hoppá, ebben milyen különbség? Hát nem látom. Ja más! Van rajta egy ilyen nagy izé. Fát is tudod vele rakni, gyerekek. Van egy ilyenünk is. Van egy ilyenünk is, ez médiumos. Van egy ilyenünk is, ami nem tudom, hogy mire jó. Tank platform. Jézus Mária, nem tudom elképzelni, mik ezek, gyerekek. Van egy ilyenünk is. Na, srácok, hát figyeljetek, a darut azért ki kéne próbálni, nem? Csak ahhoz kellene nekem valamilyen fölépítmény. Azt hiszem, hogy a platót szeretné. Úgyhogy a plátót földurrantjuk, azt akkor egy ilyen darut, azért méne, nem? Egy ilyen darut azért föl kellene csattintani. Most egyelőre úgyse fuvarozunk, de igazából elvinni az egész világot is. És mindig írja valaki, hogy nyomjak egy ert már végre, és akkor tudjuk megnézni, hogy a kepofogó, hogy milyen. Van egy ilyen dupla vég, gyerekek, minden hondás megürigyelhetné. Honda civikeken ilyen lenne, hát álba húgyoznának a csajok a kobbót előtt. De rakunk alá egy ilyen TDI véget. Mert azért az se rossz, ugye, gyerekek? Na, menjünk tovább. Hát a vögyösbe mi van? A vögyösbe egy villogót fel tudunk rakni, meg gyári parkolófényeket, ketreces jelzőfényt, meg a másik oldalra is. Hát azt majd fölrakjuk, gyerekek, azt a bevillancsuk. Gyerek, az körlene. Mindent is. Ne vicceljél, ember. Ja, a tetőre mit lehet rakni? Kötfényszórókat gyűjjön,
Egy alufelni garnitúra még, aztán már meg is vagyunk. Hoppá, és tényleg egy csomó fajta fölnit lehet rakni, gyerekek. Hát ez epikus. Hát ezt el sem tudom képzelni, meg szerintem velem együtt ti se, hogy mekkora egy ilyen jármű. Brutális egyébként. Na, hát valami lehet, hogy valami default felnivel fogunk futni. Legyen ez, az elég epikus. Oké, és akkor megyünk tovább, föstéseket is megnézzük. Bár azért egy baba rózsaszínbe meg adná egy ilyen gép, nem gyerekek? Egyébként ebben a raktárban épp, hogy befér, nem is tudom, hogy van ez megoldva. Hát egy ilyen lilába, mi? Nem gyerekek, ennek ez a sárga, ez nagyon illik. És sikerült megfejtenem, hogy miért nem tetszik a Farming Simulator 25-be se a gépek, mert nem így néznek ki. Mert egy gép, ott miért nem kopnak? Miért nem kopnak a Farming Simulatorba a gépek, gyerekek? Ugye hát ezek a bólogatók is, kutyaszarok, meg az ilyen decorationok nem érdekelnek, mert az mindig ugyanaz. És akkor már mehetünk is, szerintem csaphatjuk ki. Mehetünk a kobbót elé, azt a gyerekek, itt inog minden, mert nem férünk be, hallod? Garázs elhagyása, aztán csapjuk neki. Hát, jó, ez egy ilyen kisebb szerkezet. Benne a harckocsi motor a V12, mert méne. Aztán durrancsuk meg egy kicsit. Finoman. Igen, és ez egy, ez gyerekek, ez nem egy fikció, ez a jármű. Ez rója a szovjet júj, és az összes nem az összes, de, hogy az összes? Hát majdnem az összes, gyerekek, oda nézzél. A két középső tengely nem, de a többi az összes mind kormányzott. Összkerék diffi az mindig is megy. Mert hát az mindig jó jöhet. A terepen. Azt akkor ide mondjuk meg, gyerekek. Ezzel a járművel szerintem a szállítmányozáson kívül egy dolgot lehet csinálni, menteni különböző más járműveket. És én arra gondoltam, hogy akkor azzal így megbirkóznánk. Nyomok egy F1-et, azért megnézzük. Hát abból a krémből, vagy abból a daru végződésből, vagy hogy nevezik. Szerintem abból egy ilyen 32 lada kijött volna még a lada gyárba, de ők úgy gondolták, hogy akkor inkább csináljunk egy ilyen markoló mechanikát. Hát meg a felni darabjából is szerintem egy zaporozsec azért simán motorblokkal együtt mindennel így kiugrik. Na, hát szerintem nem lesz problém. Egyébként ez csuklik, azt hiszem középen, ez úgy van megoldva ez az egész szerkezet. Látod? Onnan nézzél, hogy így azért érezd a törődést, hogy nem feszülünk meg itt a ganyéba. Hanem így azért oké, hogy nem mindig fekszik fel az összes 20 darab kerekünk. Néha csak egy 18, de azért elboldogul így is. Igen, nem is tudom, hogy mekkora súlya lehet egy ilyennek. Szerintem így veri az ilyen 50 tonnát biztos. Hát lehet, hogy nagyon keveset mondtam. A kerekek darabja szerintem egy 800 kiló biztos, hogy van, úgyhogy már az majdnem megvan az 50 tonna. Hát igen, brutális. Egyébként ezekben tényleg a harckocsi motorokat szokták pakolni. Már a kisebb mazokba is, nemhogy ebbe. Egyébként gyönyörűen néz ki, hogy ilyen ordenárékoszos, olajos, és ez annyira autentikus tud lenni, hogy az őrület. Csodálatos egyébként, nagyon jól néz ki. És tényleg van egy olyan szerkezet ehhez még, hogy konkrétan a plató mögé be tudsz még egyet csatlakoztatni, és akkor egy ilyen dupla, ilyen hosszú szerkezet lesz az egészből. Hát az egész várost el tudod telepíteni. Így konkrétan az összes küldetést fölveszed az összes rakományt a térképen, azt mindent leszállítasz instant. Szerintem ez így arra jó. Na gyerekek, itten el fogunk boldogulni, úgy érzem. Helyeztem szándékosan, hát nagyon jó fej voltam, mert keeper dolgozik. Apátok dolgozik akkor is, amikor ti nem látjátok. Tehát nincsen itt, nem ripacskodik itt a gameplaybe, hanem éppen teszi a dolgát. Előkészíti a terepet az ilyen csodálatos járműveknek, mint ez. És mindjárt látjátok, hogy beleburogatott keeper egy csomó járművet ide a ganyéba, hogy utána legyen mivel kimentenünk ezzel a szerkezettel természetesen. Egyébként az a gond, hogy nem tudok kizumolni, és halál komolyan, hogy én tudom, hogy nem látjátok az egész gépet, én se látom, de egyszerűen nem tudok kizumolni jobban. Ez a játék nem volt fölkészülve, hogy a ruszkik építenek egy ilyen gépet, és lesz egy olyan bolond moder, aki ezt így be is csapja ide nekünk, gyerekek. Azt a betyár, oda nézzé, hallod? Képzeljétek, milyen merevségre van szükség egy ilyen ilyen mutatványhoz, és ez a gép, ez tudja, hallod? Ez a gép, ez mindent tud. A ruszkik azok megcsinálták, azt gondolom, vágjátok azt a vonatot, vagyis egy ilyen mozdonyt, amit megcsináltak ilyen nagy maszkerekkel, és ilyen, mit tudom én, ilyen nagy fejesek azzal furikáztak, érted?
hogy a luxus környezetben is tudjanak terepen közlekedni. Hát fogták a vonat alá, becsaptak egy nem is tudom, egy 10 darab maszkereket, aztán adjárák is agyi. Na gyerekek, itt van mit venteni, úgy érzem. Hát jó, nem tudom egyébként, hogy mennyire lesz ez baráti. Hol van a... elég alacsonyan van. De figyeljetek, ebbe betolatok. Aztán teljesen jó. Azért mondjuk az aranyos lenne, hogy ezt fölborítja a keeper, nem? Hogy azért annyira béna is tud lenni. Arra gondoltam, úgy tolatok be. És akkor ugye... hol a vége ennek, hallod? Ez olyan körülbelül, mint az utcában nem férne el, ha játszok. Nálam lenne az egyik vége, a másik meg a bótlépcsőn. Itt Temesváron. Na. Iszonyatosan koszos, mocskos, ordinári ez a gép, gyerekek. Hát ezt még lemosni is, vagy lefesteni is. Mint hogyha körülbelül egy hírat festeré. Hát ide betolatok okosba. Aztán akkor mindjárt krénelünk egyet, nem tudom. Na figyeljetek, én nem félek itt a izétől, az eseményektől. Bár ugye tudnak csúnya dolgok történni. Hát onnan ki kéne halászni azért egy-két járművet. Figyeljetek, halljátok, komolyan ilyen olajos a víz tőlem? Nézd már meg! Ugye, hogy belejöttem ebbe a lábba, ilyen olaj van mindenhol. Hú, az a gyerekek. Hát ez lehet, hogy egy kicsit azért az erős kategória volt. Keeper így megpróbálja ezt. Öcsém, ez nagyon beteg. Ha veszélyes vízszint, akkor itt egy kicsit megpihenünk, oké? Okay? És akkor nézzük, hogy előleg le kell talpaldunk. Igen, az igen, letalpaltunk kevénye, majd belecsapott minket a vízbe. Azt nézem, hogy jó messze tudunk darúzni, meg ugye valami extrém jó csörlő van rajtuk. De nem is ez a fontos, hanem felfüggesztési mód. Ja, hülye voltál. Ezt föl kellett volna emelni, ugye. Ugye van kettő, hát felemeled egy kicsit, akkor jobban bírja. Nem is volt felemelve, gyerekek, mi lett volna, akkor átmentünk volna itt mindennel is. Na nézzük ezt a daru kezelést, ami keeper az nem annyira ért hozzá, de hát majd valamit megpróbálkozunk, ezt el kéne engednem, na. Az a gyerekek. Ez brutál. Belegázoltunk ide a vízbe, és egyébként ezek a járművek ezt tudják, gyerekek, ez nem az van, hogy ez ó, hát ez izé egy kicsit azért erős, meg haj, de nem jó hülyeség. Nem, a gyerekek, ezek tudják ezeket az akciókat. Jaj, egy kicsit azért remegett a kamera. Hát én nem tudom ezzel azért, arra gondoltam, hogy egy derékbe megmarkolom azt a gépet, azt úgy veszem ki. Nem is csörlőzöm, figyeld a... ez meddig kinyúlik? Hát ez nem fogja felborítani? Azért mondjuk van súlyunk biztos, de... ott meg kéne markolnom itt derékba, várj, hogy kell a izét? Hogy kell? Hülye vagy, hát ez nagyon beteg lesz már, most látom. Süllyesszünk rajt. Máshol ilyen izé, ilyen hidakat építenek egy ivasba, gyerekek. És ezt komolyan itt megmarkolom, mint a izét, a szűzlányt, érted a izé, a legény, vagy nem tudom. És ezt meg is markoltam, vajon szerintetek? Nem sikerült nagyon, úgyhogy ez... nem gyűjt össze a mutatvány, vele kéne forgatni ezt, ugye? Lehet forgatni. Megfogás forgatása. Nem az. Kicsit így okosba rá kéne barkolni. Egy icipicit különben hátra jöttem volna, akkor az jobban gyűjt volna ki. Ez mi? Jó, hogy ezt így meg is tudom törni, bazze. Hát ez nagyon komoly. Na. De szerintem nem tudja elkapni. Úgyhogy ez veszed fel. Nem, a töködette, bazze. Ezt szerintem elkaptunk, gyerekek. Ezt bazze, szerintem elkaptuk, öcsém. Júj, nem borul. Azt a megemelkedett az eleje a Vernának, gyerekek. Azért egy kicsit le... ja, hát ez... bazze! Hát hülye vagy, keeper? Igen, ez egy kicsit erős nekünk. Kicsit emeli a Vern... úgy, húzzuk magunk fele. Úgy. El fogja engedni. Várjátok, egy kicsit rá is fogok kötni, ja. Ez az. Ne viccelj, mi volt ez, bazze, kikaptuk onnan mind a szart, gyerekek. Jó, hát nem akarok ennyire beleélősen lenni, de ez egy kicsit epikus volt. Azt se tudom, hogy forgassam a kamerát, hogy valamit is lássunk, higgyétek el. Ja, egy kicsit szerintem nem tudom, mit markoltam meg, de szerintem inkább már a zajnövényzetet, vagy a talajt. Jézus Mária, mi ez a gép, gyerekek? Ez egy kicsit brutális. Hát még...
Most egy oldalra beforgatom, szerintetek nem fog így leesni innen? Vagy nem fogunk fölülni? Na jó, jó, elég jó ki vagyunk talpalva. Nem tudom olyan messze videokamerát, hogy lássuk valamit. Higgyétek el, bocsánatot kérek érte. De ez ilyen. Ez brutális. Hát most konkrétan csak az a mazzag fogja. Ide föl kéne dobni a platóra, mert miért ne. Aztán akkor így mehetnénk. Megvan a recovery. Felszórunk ide minden gyerekek, aztán Isten áldjon. Ugye? Testvéreim az úrba. Hát ide föl kellene dobni, csak keeper az... Valamit le kéne tenni. Vagy a gépet, vagy a vizsgát, ugye? Ismeritek ezt a mondást, nem? De egyébként nem fordul tovább. Most ez körbe... Lehet, hogy körbe tekertem ezt a... izét, mert az a baj. Hogy nem fordul tovább. Szerintem nem tudod körbe pörgetni. Hanem így... másik irányba kellett volna, ugye? De egyébként beteg. Az előbb valamiből beakadt, vagy nem tudom, lehet, hogy a talajba, vagy valahogy hülyén érzékelt. Emiatt emelt az elejét, de egyébként lazán viszi. Először valami bug volt. Hát ez figyelj. Ez több mint durva. De ezen azért lehet így mentegetni a járműveket, meg a dolgokat, nem? Hát lehet, hogy nem fogom berakni így a... Norbag gameplay ebbe, hogyha használatba. Na, ide föl kellene platóra csettinteni. Ezt, ja, nem tudtam átfordítani teljesen. Ide földobjuk. Várj, ne menjél sehova testvérem, hanem ide szépen legyél el. Figyelj, elengedem, nem? Vagy mi van? Elengedjük? Jó, várjál. Stizai, nagyon be van sózva. Álljál meg testvérem, ott az úgy ne. Nem akarja. Nem akarja a jó gyerekek. Oké, okay, jó vagyunk. Szóval arra gondolt a keeper, hogy ezt nem tudnám kikötni valahogy. Na mindegy, a darud viszont, ezt nem visszaállítsuk? Legyen az, hogy visszaállítás? Várjál, darud visszaállítás, remélem, hogy ez nem fogja beütni ott, vagy valami. Az. Ó, gyerekek, hát oda nézd, fölcsaptuk a Verdát, mehetünk. Isten hírével. Nyia. Let go. Megpróbálok fölmenni ez a nagy meredélyen, kíváncsi leszek. Hát erre jó ez a Verda, úgy érzem, srácok. Ez nagyon, nagyon kemény. De ez egyáltalán nem csites. Mármint, lehet, hogy azt mondjátok, hát ez tök nem reális, mert hát hogy belemegyünk a vízbe, aztán így kijön meg minden. Gyerekek, 20 darab hajtott kerékről beszélünk, abból mennyi? 16 darab kormányzott. Ez... Ruszkik azok kicsit megalománok, nem? Értem én, hogy Amerika meg minden az is csinál gépeket, de azért ott nincsenek ilyen fenevadak. Ez tényleg egy kicsit ilyen... Epic durva, nem? És ez simán fölmegy itt, basszus. És tök jó ki van alakítva az eleje. Oké, hogy van egy ilyen hatalmas túlnyúlása, de azért el lehet vele boldogulni, basszus. Egy ekkora súlyjal itt föl, ez egy vánszorgó, gyerekek. Több mint brutál. Jó, srácok, hát ez igen. Perfect. Viszont valamit ki akarok még próbálni, hogy nyomok egy gyors visszaállítást, jó? Srácok. Hát ezt kipróbáltuk, hogy ez így mindent is visz, szerintem. Hol vagy? Jelzőfény bekapcsolása. Azt meg nem kapcsoltuk be. Hát, most mi lesz, gyerekek? Igen, és ez a tudatsűjjesztel is. Ezt az aktív felfüggesztés, ezt fogom aztán mindig, gyerekek. Visszaállítás, igen. Át akarom konfigurálni annyira, hogy a Max kiegészítés. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Hogy van az, hogy elvileg tudsz olyat, hogy még egyet utána lehet kötni, de melyik hasonlít arra? Ez is ugye, ez se lehet ám gyenge, hát ez mennyi rakományt tud ez vinni, gyerekek? Jót írja, gondolom az a hármat? Nem, hatot? Hát ezt nem kevésnek mondanám. Hát figyeljetek, kimegyünk egy ilyennel. Aztán ránézzük, hogy ez mit fog csinálni. Jó? Megpróbálunk fölvenni valami
Pautot. Elég nehezen indult, elég krehalkosan. Megnézzük, milyen pótok vannak hozzá. Úristen, hogy néz ki az egy... Beteg gyerekek. Hát épületekhez nem használnak ekkora izeiket, idomokat, oda nézzetek. Hát ez egy sem, aki ezt kitalálta. Nem, hát ez nem. Nem, gyerekek. Ez nem. Nagyon kár. Nagyon kipróbáltam volna. Nem tudom, melyik lehet az vontatós, mert elvileg van hozzá egy olyan, amelyik tud vontatni. Ennek szerintem semmi nincs átolyan. Mondjuk azért ennyi fát is azért az kemény lehet, nem? Ez a longos? Próbálkozzunk egy ilyen facipelésre? Kipróbálnám egyébként. Bocsász, de kipróbálnám. És ez mi ez? Ez a longos? Hát figyeljetek, egy ennyi fát próbáljunk meg így megmozdítani, nem? Hívjuk már ki. Kipróbálunk. Elég nehezen indul. Kíváncsi lennék, hogy ez milyen motorral indul, mert hát aztán biztos nem valami. Nem egy ilyen 12 voltoson indító tekeri meg ezt a harckocsi motort. Na gyerekek, erre se tudok, ezután se tudok semmit. De pótot azt viszont tudnék utána, nem gyerekek? De miért nem engedi? Nem, abszolút nem enged semmit. Lehet, hogy nem, lehet, hogy nincs ezután ma. De egyszerűen nem tudok addig eltávolítani, hogy megnézzem. Kösz. Jézus Mária. Nyomjunk egy hájgot. Ja, az hiába nyomunk. Jó, hát ezzel igazából ugye el lehet működni. Meg ugye szállítmányozás szempontjából se rossz. Ja, tök jó ki van alakítva, nézzétek, hogy épp hogy nem ér le az alja. De hát valószínűleg egy ilyen epik vastag acél lemez véri ott a motort, meg a fülkét, de hát a fülke az még ilyen nagyon magasan van. Igazából nem is motortere van ennek a járműnek, hanem egy gépház, nem? És belegondoltak, nézd meg a csávót ott föntül a tetején, és akkor ott az aljában meg van a motor, meg így minden, tényleg ilyen a gépek. Már egy belső nézetet azért... és milyen szép modern belseje van, ahhoz képest. Jó, hát persze nem egy izé, nem egy Tesla, de tök jó. Tehát jól néz ki. Ez egy modern jármű, gyerekek. Viszonylag 80-as évek, vagy 90-es évek beltér, de ezeket általában úgy szokták, hogy ezeket fejlesztik ezerrel, ugye. Így, amikor így ülök, úgy gondolom, hogy csak egy ilyen, mit tudom én, 5 méteres járművel megyek, azt nem gondolok bele, hogy mögöttem van egy ilyen rémálom. Figyeljetek, hát nehogy már kerüljünk. Basszus. Szehasz. Jövök. Lehuppanik az eleje mindjárt, úgy. Jó, hát az irányítás az... Hát így belső nézetben egy kicsit erős. Na hát igen, megjöttünk. És már így átértékeljük, hogy mivel is közlekedünk. Nagyon kíváncsi lennék basszus, várjál már. Nem fogok tudni elmenni, ugye? Hol van a izé? Itt van valahol. De ugye... nincs izé, várjatok? Nincs híd. Hát kéne menjünk a hídon, ami nincs. Hát arra kíváncsi vagyok, most megnézzük, hogy nem-e tudjuk áthidalni a hidat. Nem-e lógunk át. Vagy nincs-e olyan, hogy milyen hosszú csörlőnk van, hogy nincs-e ott valami fal, amivel meg tudnám magamat fogni, és akkor így áttorzanozni konkrétan. Hát nem pont úgy gondolom, hanem az, hogy így feltartom magam. Hát srácok, itt azért... Jó, hát ezen lehet, hogy nem kéne próbálni átmenni. Jó, hát azért mindent ezt se tud. Gyerekek. A falerekatról... Jaj, én mindig elfelejtem, hogy ilyen... Kicsit ledugja az orrát, érted, hogy ilyen gyerek. Nem én-e? Hát lehet, hogy itt lesz a pályafutásunk vége. Úristen, itt még ráadásul egy folyó alattunk. De gyerekek!
Ó, bazze, egy gumi elpusszant. Na, még maradt 19. Ez meddig tartja meg magát? Ha rajt lenne egy... A rönk a hátulján... Jézus Mária! Ezt otthon ne próbáljátok ki semmiképpen. Ellenőrzött környezetben vagyunk. És szépen letettük baze oda. Beszarok. Annyi kerekünk van. Baj lesz gyerekek ebből! Jó lenne, hogyha felállna. Hát ekkora feláll. Ez az. Túléltük gyerekek. Eposztott valami kerekünk. Ez nem tett jót nekünk. De hát ezt túléltük. Ez durva. És itt találtuk még egy izét is. Még egy fejlesztést is. Jó, hát oké, ezt előkörködtük, lehet, hogy nem fogunk eljutni a forrárakatig, de el tudjuk képzelni szerintem, hogy konkrétan ez akármennyi fával is, vagy bármivel megbírkózik. Brutális. Ennél magasabb jármű van, mert van ilyen dömper a játékban. Igen, itt viszont a ezt kigyűrtük, Jézus Mária. Kicsit ilyen, nagyon epik az egész. Így nem kell gondolkoznod, hogy most mocsár van előttünk, vagy éppen emelkedő, vagy bármi. Ő azt mondja, hogy kisgazdám, itt vagyok. Elmegyek én bárhol. Hát azt hiszem, hogy Keeper Potternak sikerült így hozni egy izét, egy ilyen vadállatot. Hát, és komolyan itt fel akarok menni ebbe az erdős részbe? Simán gyerekek. Egyébként meglepően könnyen fordul. Azt így nem tudom mennyire érzékelitek. Meglepően könnyen fordul, viszont a méretei azért hagynak kívánni valót maguk után, vagy én gyerekek. Kicsit megizoljátok, megrekedtünk. Jó, hát a fákat is törjük. A srácok, lehet, hogy egyébként elbúcsúzom. Bár nagyon nehéz itt hagyni egyébként ezt a gépet. Az... Ez a baj, hogy... Főleg ez a szállítmány van rajtunk. Ugye ilyen kiálló vackai vannak, ezt mindenhol elapadunk. Itt aztán, hogy fordulunk-e. Figyelj! Nem kerülünk, megpróbálok itt fölvenni. Nem gép, hanem bírja, ruszki ízék, állatok vagyunk, gyerekek. Állat vagy! Meg tudod csinálni, és egyébként meg is tudnád csinálni, hogy a hülye fába nem akad volna, ki kéne tiporni onnan, vagy nem tudom. Hipliz innen fa. Az a baj, valamilyen fák azok úgy meg vannak csinálva, hogy ezeket nem tudod kitörni. Ezt mármint ebben a játékban, ilyen a legnagyobbak meg... Bizonyos fák tényleg nem kitörhetőek. Hát ez kénzom ezt a gépet. Hát lehet, hogy nem a legsűrűbb erdőbe kellett volna bevinni a legnagyobb gépet, ami a játékban létezik, érted? Keeper beviszi bazze a izébe a fenyvesbe. Karácson fát szedni. És bazze, típorjuk ki a fákat, bazze. Na jó, srácok, nem kínzom tovább. Már ti is szerintem agyérgörcsöt kaptok a hülyeségemtől. Hát remélem tetszett a verda egyébként. A mentés az tök jó volt, itt egy kicsit már kezdtünk túlzásba esni. Hát körülbelül egyébként, amennyi olajot ott a kivert, nézzétek meg. A kipufogónk. Körülbelül abból egy... És amíg fogyott üzemanyagunk, azt nem. Csak olyan laza mennyi az? Jézus. Csak laza 75 liter fogyott, amíg eljöttünk ide föl erre a dobra. 75 liter. Ja, azzal az olaj a gyerekek... Yeah, még egy TDI golf az eljárna, mint fél évig, amit oda kivehet. Ja, köszi szépen a figyelmet, hát ez egy epic jó jármű volt. Egyszer kellene csinálni egy ilyen, nem is tudom, ilyen letoroljuk a mapot epic gépekkel dolgot. Hozok még csodás gépeket nektek, köszönöm a figyelmet, csácsomi!